Több mint 300 millió forint értékben gyűjtött felajánlásokat a Reggőci István Alapítvány azoknak a gyerekeknek, akik a koronavírus következtében vesztették el szüleiket. A Reggőci Alapítványt Áder János köztársasági elnök és felesége Herceg Anita hozta létre tavaly. Honlapjuk indulásakor a harmadik hullám alatt mintegy 600 gyermekről tudtak. Mára ez a szám megduplázódott. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy az utolsó hullám ennyire súlyos. Inkább azt hiszem, hogy az alapítvány most lett igazán ismert, és most szereztek tudomást erről a lehetőségről, hogy lehet az alapítványhoz fordulni, hiszen a decemberi időszakban nagyon sok nyilvánosságot kaptunk, ugye a jónak lenni jó gyűjtés is erre kiváló alkalom volt, tehát sokan szerintem csak most szereztek tudomást az alapítványról és erről a lehetőségről. Az alapítvány honlapján keresztül bárki küldhet adományokat az árva gyerekek számára, és mivel az alapítvány közhasznú szervezet, a felajánlás adómentes, vagyis a családok a teljes összeget megkapják. Ehhez azonban számos feltételnek kell teljesülnie, annál is inkább, mert a támogatás nem egyszeri, hanem akár egészen a felnőtté válásig jár. Ráadásul a jogosultaknak nem kell elszámolniuk, hogy mire költik a támogatást, mivel az szabad felhasználású. A kuratórium elnökét arról is kérdeztük, megyénkben hány család kapott eddig támogatást. Február 1-jéig 61 gyermeket támogattunk. Ez 35 családot jelent, és karácsonyi külön juttatást 56 gyermek, azaz 32 család kapott. Az eltérés abból fakad, hogy még folyamatban van az elbírálás, ugye karácsony óta még további gyermekek kaptak ebből a megyéből is támogatást, és van még két család, aki már az alapítványhoz fordult, de még nem bíráltuk el a kérelmet. A támogatás igénylését követően a kuratórium részletesen megvizsgálja a családi körülményeket. A koncepciónk az, hogy mi nagyon alaposan, amennyire lehetséges, felmérjük a családok hátterét, ki mennyire rászoruló, hiszen a hozzánk érkező összegeket szeretnénk amennyire lehetséges igazságosan elosztani, és tényleg rászorultság mértékében. Tehát igazoltatjuk a jövedelmet, a tartozásokat, minden, ami igazolható, akár nagykorúak esetében az iskola látogatási igazolást kérünk, hiszen mi támogatjuk az egyetemi hallgatókat is, annak ellenére, hogy ugye nagykorúak. Az alapítvány egész évben várja a rászorulók jelentkezését, valamint a pénzadományokat a civil személyektől a segíteni akaró egyesületekig. Tavaly a leveleki víztározón például jótékonysági horgászatot szerveztek, az ebből befolyt összegeket pedig felajánlották a Reggőci István Alapítványnak.